Jó reggelt kívánok 2023. október 10-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei és atyánk, arra kérünk, hogy szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd az igazság. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részében, a 6. verstől a 11. verssel bezárólag a következőképpen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak! Ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, éppen úgy, mint ők. Eddig a felolvasott ige szakasz. Amint azt tudjuk, tegnapi nap volt már szó róla, a tanítványoknak a gyűlését tulajdonképpen összehívják, az apostolokat, és arról megy a vita, hogy azoknak, akik nem zsidók, de keresztjének, meg kell-e tartani a zsidó törvényeket. Abban a korban ugye most is kétféle keresztjén létezik ebből a szempontból, van zsidó keresztjén, és van nem zsidó keresztjén, őket pogányoknak nevezték nemes egyszerűséggel. És az a tét, hogy az a pogány keresztjén közösség, amelyik létrejött, megmarad vagy nem marad meg. Végül azt látjuk, hogy amikor Péter feláll, akkor ebben a nagy vitás helyzetben, akkor arra hivatkozik, hogy ő a kiválasztott. Ebben van némi igazság, hogy milyen feladatra van kiválasztva, de túl értékelnünk nem szabad. Vannak, akik arra hivatkoznak, hogy azért Péter a fő apostol és Krisztus földi helytartója, mert hogy azt mondta neki az Úr Jézus, hogy bizony mondom neked, hogy te Péter vagy, kőszikla, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Ha viszont megnézzük a görög szöveget, akkor tudjuk jól, hogy Petroszt mondott, aztán Petra, tehát hímnemű és nőnemű szó, és a Petra, a nőnemű szó az, amin felépítette az egyházát, ez pedig az a kijelentés, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, azon épült fel az egyház. Mindezek mellett Péternek bizonyos, hogy is mondjam, kitüntetett szerepe van, ez vitathatatlan. Rögtön felmerül a kérdés, hogy hogyan is van ez, hogy vitatkoznak az apostolok? A Szentlélekkel telt emberek is képesek vitatkozni és nem egyetérteni? Hogy nincs rögtön és azonnal egyetértés? Úgyhogy attól, hogy valaki Szentlélektől vezetett, ez nem jelenti azt, hogy hibátlan vagy hogy csalatkozhatatlan lenne. Attól, hogy valaki szent életet él, és Isten követi és az ő igéje szerint próbál élni, ez nem jelenti azt, hogy nem követel hibákat, vagy éppen bűnt. Az apostolok megbeszélik ezt a dolgot. Nagyon tetszett, amit a mai ige magyarázatban olvashattunk Varga Vandától. A konfliktus helyzetek, ismerjük mennyi indulat, mennyi harc előidézői. Amikor biztos vagyok az igazamban, és a másik is a magáéban, mi szokott történni? Vagy hangos és látványos veszekedés, játszmázás, bizonygatás, vagy halk távolodás egymástól. Hogy ne bántsuk meg a másikat, inkább nem mondunk semmit. Elhallgatjuk a konfliktust. És mit tesznek itt az apostolok és a vének, amikor rádöbbennek, mennyire mást gondolnak az Isten ügyében? Összegyűlnek és tanácskoznak. Vállalva saját véleményüket, nézetüket, mégis nyitottan a másik véleményére. Ám a sikeres megbeszélés és útkeresés mögött mégsem ez az attitűdjük van csupán, hanem az is, mindenki nyitott Isten vezetésére. Itt Isten akaratának közös keresése a lényeg. A
kapcsolatok, konfliktusok rendezéseit jóval több asszertív vagy egymás meghallgató kommunikációnál. És akkor megszűnik az egók harca, eltűnik minden rossz érzés, mert kikerülünk abból a kényszerből, hogy vagy neki, vagy nekem lesz igazam. Vagy ő győz, vagy én. És az egymással való szembenállás helyett együtt szeretnénk megtalálni Isten által tervezett utunk. Áldottak a kapcsolatok, amelyek Isten útjának a felfedezésére indítanak minket. Ma hajlandó vagyok-e lemondani a mélt vagy valós igazamról? Ha oda kerül, hogy valakivel nem veszekedésbe, hanem vitatkozásba jutok, érvelésbe, képes vagyok-e nyitottan meghallgatni, úgyhogy megpróbálom megérteni, amit mond. Vagy eleve elzárkózom, és a magam igazát viszem, és még ő beszél, addig is azon gondolkozom, hogy mivel győzzem meg. Tudunk még figyelni egymásra? Péter így zárja, a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük. Isten ismeri a szívedet, neki nem hazudhatsz. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, énekeljük az egyik énekünkbe. Ő viszont látja, tudja, ismeri. És amikor Péter azt mondja, hogy abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, éppen úgy, mint ők, akkor egy szintre emel minden keresztjént. Nincs különbség. Nincs értékesebb és kevésbé értékes. Fontosabb vagy kevésbé fontos. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. És ez nem tőletek van, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, van úgy, hogy elfáradunk, akár testileg, akár lelkileg. Van úgy, hogy belefáradunk harcokba és küzdelmekbe. Fel nem adjuk, csak abba hagyjuk. Olyan jó lenne, Urunk, az önmagunkkal való küzdelmet meglátni, hogy érted van. Köszönjük azt, hogy nem másokat kell ítélgetnünk, hogy megtartják a törvényt, vagy nem tartják meg. Elég lenne saját magunkat mérlegre tenni. És férjük, hogy kiderülne, hogy megmérettünk és könnyűnek találtattunk. De olyan jó, hogy nálad kegyelem van, hogy nem a törvény szerint ítélsz meg, hiszen maguk az apostolok is elmondják, hogy olyan iga, amit ők sem tudnak megtartani. Köszönjük, hogy így kérhetjük tőled bűneink bocsánatát. Tedd jóvá azt, amit mi elrontottunk. Kérünk, te adj a betegeknek gyógyulást, és különösen is kérünk, te szüntesd meg a háborúkat, ott, hogy béke legyen. Áld meg, kérünk, a mai napunkat is. Szent élek, Isten, a te bölcsességed és erőd vezessen minket. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!